de szépek! Kapsz egy kis vizecskét, salátám. Ti vagytok a legszebb áfonyáim. Szépek és finomak. Gyönyörű ez a görög dinnye. Ó, Elmo, hamarosan lesz elég répánk, hogy készítsek belőle egy fincsi tortát. Ácsi, hova lett az eper? Különös, tegnap este öntöztem meg őket. Elmo, te faltad fel az epremet. Furcsa. Akkor ideje újakat ültetnem. Na hát, az áfonyáim is eltűntek. Most meg a görög dinnyém. Valaki, vagy valami rájár a gyümölcseimre. De ki az, és miért? És akkor, puf, eltűntek a görög dinnyék. Csupán egyetlen egy maradt egész nyárra. Ejha, egy dinnye tolvaj. Szaftos kis feladatnak tűnik. Így van, ebbe aztán belemélyezhetjük a fogunkat. Ez komoly rendőri munkát igényel. Erősítés kell, ez nem vitás, ez egy kétszemélyes feladat. Én tűzoltó vagyok, a nyomozósdi nem igazán az én asztalom. Úgy vélem, én ismerek egy érdeklődőt. Én vállalom. Jól van, remélem nem fogom megbánni. Gyerünk, megbízott. Megbízott. Vészvonzó megbízott, jelentkezem. Szuper detektív vagyok. Egy hiper-szuper nyimi nyomozó. Ebbe belebotlik a nyelvem. Jelző rakéta. Megvan. Távcső. Migi megvan. Bilincs. Az is Migi megvan. Hopszi. Nincs nálad a kulcsa, igaz? Próbálkozz csak, kerti tolvaj. Vészvonzó megbízott figyeli a terepet. 10-4, a nem jóját. Vettem, vétel vége. Csak annyit mondj, hogy vétel vége, ha a rádiót használod. Vétel és vége. Szent Habakuk. Várj, hallottam valamit. Az uborkák. Mindegy szálig eltűnt. De hogyan? Pedig 2 másodperce még a kertet figyeltük. Megvan! Egy kerti tolvaj sem ejti át a megbízottat. Soha! Soha! Tedd el azt a halászhálót, nem harra vadászunk. Honnan tudjuk, hogy nem harról van szó? Egy duci, repülő, gyümölcsevő harról. Pontosan tudom, hogy kaphatjuk el! Nesze! Hoppá! Koncentrálj, Zufinak csupán egyetlen egy dinnyehéj maradt. El kell kapnunk a tolvajt, mielőtt egy dinnye sem lesz a kertben. Először te örködsz, addig én pihenek, és utána cserélünk. Igen is, uram! Ne, aludj el! Most! Ne! Aludj! Oké, az mi az? Miért maszatos a pofim? Fúj! Most... Ne... Aludj el... Kérlek... Ne! Már megint ébresztő! Ébresztő! Rossz hírek, uram! A bandita megint átejtett... Az utolsó görög dinnyét, de... De hogyan? Mikor? Te elszúnyókáltál? Nem tudom, uram, mert elaludtam. Vészvonzó! Kettőzzük meg az őrzést, fésüljük át a várost. Igen, és kettőzzük meg, mi több triplázzuk meg! Urak, van valami hír? Sajnáljuk, Zufi, már mindenütt kerestük, tűvé tettük a várost, de görögdinnyének nyoma sincs. Egy magot sem találtunk. Ott, a bokrok mögött. Ne
megvagy! Ne, 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 ez nem az, amire gondoltok. Á, szerintem viszont nagyon is az. Várjunk csak, mire is gondolunk? Á, igen, te vagy a tolvaj. Nem, nem én vagyok az. Igazán, akkor mondd meg szépen, hol voltál 1987. augusztus 17-én 9 órakor? Nos, én... Aha, sejtettem! Boroszka, ha gyümölcsre és zöldségre vágytál, miért nem kértél inkább tőlem? Nem én vettem el a gyümölcsöket. Én csak eljöttem hozzád, hogy megkérdezzem, reggeliznél-e velem. Gondoltam, biztosan szomorkodsz a kerted miatt, és fel akartalak vidítani. Vagy talán lehangolni. Jól van, vészvonzó, elég volt. Köszönöm, hogy segítettél elkapni a tolvajt. A te munkád véget ért, megbízott. Egek, ez más érzés. Nyugdíjba vonultam. Na jó, az erdei tóhoz mentem, remélem horogra akadt pár igazi hal. Trábidábidi, ó, és legközelebb, Poroszka, kérsz szépen a gyümölcsökből, jó? Trábidábidábidi, trábidábidú, trábidábidábidábidi. Ezért helytelen, ha elveszed, ami nem a tiéd. De Pali, háromszorosan esküszöm, hogy nem én loptam el a gyümölcsöt. Poroszka, ha rosszat csinálsz, akkor jobb, hogyha beismered, hiszen Zufi kertje előtt áldogálva értünk tetten téged. Itt a segélyszolgálat. Igen? Á, értem. Vétel vége. Figyelem, gyümölcsök és zöldségek árasztották el a hidat. Vészvonzó észlelte, mert nem tud elmenni a tóhoz. Milyen gyümölcsök és zöldségek? Görögdinnyék, eprek és paradicsomok. Pontosan ugyanezek tűntek el Zufi kertjéből is. Álljunk csak meg, ha Poroszka itt van, hogy kerültek oda a gyümölcsök? Jaj, nekem! Úgy vélem, most vár ránk egy baleset. Mentőakció indul! Fura! Vajon ezek mit keresnek itt? Aha! Mit hadovál össze? Beszél valaki mókusul? Én igen, egyszer jelentkeztem a mókus brigádhoz. Mi történt? Azt mondták, dió agyam van. Úgy értettem, mit keres itt ez a sok zöldség? Azt mondta, félúton járt velük az erdő felé. Élelmet halmoz fel télvíz idejére. Mindig ezt teszik a mókusok. De akkor is, ez lopás. Aha, azt mondja, sajnálja. Nem tudta, hogy a gyümölcs valaki másé. Sosem venne el olyasmit, ami nem az övé. Bocsánat, kérés, elfogadva. Úgy látom, minden visszaállt a régi kerékvágásba. Igazán sajnálom, Poroszka. Nem lett volna szabad vádolnom bizonyíték nélkül, hiszen a saját szememmel nem láttam, hogy elvittél volna bármit is. Há, igen. Én meg Palira fogtam. Poroszka, én is bocsánatot kérek. Szeretném helyrehozni a dolgot. Tessék! Hát, ha ragaszkodsz hozzá, sütök mindenkinek áfonyás pitét. Kész is, újra beültettük a kertet. Köszönöm nektek. Na és mi lesz a kis barátunkkal? Beköltözik szépen az almafára. Én majd ellátom őt élelemmel egész télen. De csak akkor, hogyha... Ha elkéred a termést, pontosan. Te is beszélsz, mókusul? Nem vészvonzó az egyetlen, aki csatlakozni akart a mókus brigádhoz. Tadidadidadidú, tadididiri, tabidabidabidú. Micsoda nap! Egy felhő sincs az égen, egy gond sincs a vidéken. Tappatipú, ha! Tappatipú, igen! Jaj, és most jön a kedvenc részem, a habkezelés. Vajon miért szögdítsel olyan boldogan, vészvonzó? Tappatipú, ha! Tappipiti, hoppa, au! Ha? Vészvonzó? Megyek, segítek! Jól érzed magad, vészvonzó? Elképesztő nagyot estél. Micsoda bán szerencse! Nem vettem észre azt a kiálló követ. Az olajteknőjét, azt hiszem, hogy pontosan sikerült elhasalnod egy négylevelű...
Lóhere előtt, Lóhere! Már hallottam hírét, úgy tartják szerencsét hoz. Nos, egyesek hisznek benne. Ami azt illeti, az én nagybácsim bátyja, anyai ágon, a neve Pehes Szarka, talált egy ilyet réges-régen. Pehes Szarka egyedül élt, még nem egy napon kertásás közben felfedezett egy 4 levelű lóherét. Ettől kezdve Pehes Szarka roppant szerencsésnek mondhatta magát, amíg a kalapján viselte a 4 levelű lóherét. És most én is ezt fogom tenni! Szia, kis lóhere! Ezentúl a neved legyen... Ralph! Mindenhová magammal foglak vinni, mától kezdve én leszek a világ legszerencsésebb madara! De vészvonzó, a babonákkal az a helyzet, hogy nem igazán... Meg fogja változtatni az életemet? Mintett bele, Ralfi! Ez az, Ralfi és vészvonzó, összeillenek, legalábbis szerintem. Tábidábidú, tábidábidí, tábidábidábidú. Lépkedek az utcán! Lépkedek az utcán! Én vagyok a király! Lépkedek az utcán! Szia, vészvonzó! Hello, Harry! Ó, oh, Harry! Jaj! Ne, 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 ne! Ó, a festésem! Te jóságos ég! Hú, majdnem csupa sár lettem. Szép sárpakolás, poroszka. Mi ez? Algás hínáros kéregmaszk? Nagyon csinos. De kislány, ez nagyon büdi. Na, szioka. 99 szép benzintank, 99 benzintank. Adj nekem egyet, ne tétovázz. Marad 98 benzintank. Jobb lesz odafigyelnem. Kezd kissé szelesre fordulni ide fent. Vigyázz oda lent! Ez itt az első levél, mellette a második levél, és persze itt van a többi levél. Elneveztem őket harmadiknak és negyediknek. A négyessel szoros a viszonyom. Szevasz, négyes levélke! Micsoda szerencse! Épp lisztre volt szükségem a ma esti pitémhez, így el se kell mennem az ABC-be. Nyertem! Tábirábidi, tábirábidú, lá-lá-lá-lá-lá. Miért kell a gödröket ilyen mélyre ásni? A csoki a kedvencem a fagyik közül! Szerencsé, hogy Iris eltett nekem belőle. De Irisnél mindig van csokoládé fagylalt. Na ugye, az még nagyobb szerencse. Szuper a 4 levelű lóherém. Úgy vélem, vészvonzó túl nagyra tartja a szerencse növényét, nem de? Ó, szervusz, pici méhecske, de helyes vagy. Remek, most tele vagyok földdel. Én nem! Látod? Engem Ralphival tökéletesen elkerülnek a veszélyek! Na hát, ez brilliáns ötlet! Hé, derítsük ki, mennyire kerülnek el engem a veszélyek! A három madárka jól fog szórakozni! Lépkedek az utcán, lépkedek az utcán! Én vagyok a király! Lépkedek az utcán! Yeah! Nos, a kísérlet neve, nézőpontváltoztatás. Jaj! Jó, hogy itt vagy, Ralph. Semmi baj nem történhet, amíg velem vagy. Dabbadabidu, wah! Dabbadabidu, whoopadupidu, wah! Yeah! Dabbadabidu, wah! Itt a segélyszolgálat. Igen? Nagy ég, értem, rendben, vettem, vége. Figyelem, vészvonzó varjú a telefondróton sétál a belvárosban. Ó, ez komolyan hangzik. Jobb, ha már is indulunk. Itt az idő. Mentőakció indul!
dep dep du. Yeah. Oh, jaj, ne! Ez az apróság nagy bajba kerül, és fogalma sincs róla. Nos, tudjuk, hogy tartja a mondás, a szuperképesség nagy felelősséggel jár. Megmentelek, barátom! Megvagy, kis barátom! Ó, oh, vízvonzó, mondd mégis, mi a csodát művezte odafent? Ne aggódj, Pali, nem esett semmi bántódásom. Itt van velem Ralph, látod? Ralph, ne! Már nem véd a lóherém! Tessék, vészvonzó, itt van a létra! Nem, nem megy! Nem merem elengedni! Elvesztettem Ralphit! Ó, hé, álljunk csak meg! Vagyis, éha, hát nem csodálatos! Ralphi pontosan a sapkádra esett, varjú! Komolyan? Persze, nem hihetetlen. Ez annyit tesz, hogy ezentúl minden rendben van. Hogy nem, igazad van. Fuh, ez aztán a szerencse. Minden a legnagyobb rendben lesz. Hallottad ezt, Harry? Biztonságos lábakon lóksz. Hé, Ralphi nem is esett vissza a sapkámra. Sajnálom, vészvonzó. Csak meg akartam mutatni, hogy a szerencse fejben dől el, nem a lóherétől függ. Igazat mond, vészvonzó. Az is bevált, amikor azt hitted, hogy rajtad van a lóhere, pedig egyáltalán nem ez történt. Na hát, azt hiszem, igazatok van. Én mindig is nagyon szerencsés voltam, de azért hiányozni fog az én Ralphim. Hát, esetleg kereshetnénk együtt egy másikat. De sose feledd, hogy a szerencse belülről fakad. Nincs köze a tárgyakhoz, vagy a hiedelmekhez. Persze, tudtam én! És tudod mit, vészvonzó? Nem csak szerencse lakozik benned. Hatalmas jó szíved van, mert meg akartad menteni a hörcsögöt. Gondoljátok? Tudjuk. Nos, ilyen hű barátokkal úgy érzem, én vagyok a földkerekség legszerencsésebb varja, és most, hogy újra ilyen szerencsés vagyok, van kedve valakinek bungee jumpingolni egyet? Nincs. Forró parázson járni? Nem. Mit szóltok a bázisugráshoz? A csípős paprika evéshez? Nem. Extrém limbózáshoz? Bálnaetetéshez? Na és bika viadalhoz? Figyelmet kérek! Ismertetem az év legsegítőkészebb lakója verseny részleteit, melyet én eszeltem ki egy nagyszerű ötletből tőlem. Nagyon köszönöm. Hurrá! A verseny első szakasza eddig ragyogóan ment, egy-két balesettől eltekintve. Segítség! Beragadtál, igaz? Jó, hogy már itt is vagyok. A levél elsöprés mindig hasznos munka. A polgármester díjazni fogja az újrafestést. A sárga amúgy is a barátság színe. Már is barátságosabbnak érzem. A melléfogásoktól eltekintve remekül mennek a jó cselekedetek. De még mennyire? Jól lehet, mostanra két rivális jutott a verseny döntőjébe. Pali és Fiona! Hajrá! Amit a tegnapi káprázatos munkájuknak köszönhetnek. Jaj! Segítség! Ne aggódj, Robi, már is lehozunk. Jaj, ne, túl rövid a létrám. Tarts ki, Fiona, majd én segítek. Szerencsés vagyok. Köszönöm nektek. Ugyan, semmiség volt. Igen? Azért megnézném, mennyire élveznétek odafent a tetőn. Ám van egy kis bökkenő. Noha Pali és Fiona pompásan működnek együtt csapatként, csak egyikük nyerheti meg a versenyt.
Nem oszthatnánk meg a díjat? Remek ötlet. Nem, ezúttal külön kell versenyeznetek. Különben hogy deríthetném ki, ki a legsegítőkésebb? Rendben, ha maga mondja, polgármester, mindketten küzdeni fogunk. Sok szerencsét, Pali. Neked is, Fiona. Győzzön hát a legjobb jármű! Kaptál már riasztást, Alíz? Már tizedszer mondom, hogy nem, Pali. Ma minden csendes és nyugodt. Hogyan vigyek véghez jó tettet, ha nem segíthetek senkinek? Talán kereshetnél magadnak tennivalót, ahelyett, hogy összepiszkítod a járdát a gumiddal. Rendben, sajnálom, itt sem vagyok. Még egyszer, bocsi. Állj! A törvény nevében! Jól van, Klára, most már mehetsz. Köszönöm, Pali. Jó cselekedetekből sosem fogyok ki. Ó, ahogy látom, már is szerzi a jó pontokat. Jobb lesz, ha csipkedem a lökhárítómat, és keresek valakit, aki segítséget szeretne. Ez klassz. Csak annyi a dolgom, hogy segítségre szorulókat keresek, mert minden jó tett számít. Észre sem veszem, és simán megnyerem ezt a versenyt. Lent is vagy? Nagyon szívesen, kis pajtás, viszlát! Azt hiszem, jobb lesz, hogyha belehúzok, mielőtt Fiona húz el előttem. De nem találok senkit, akin segíthetnék. Mit tévő legyek? Aha! Jól van, cicus, most már nyugodtan átkelhetsz. Azt mondtam, hogy átmehetsz. Menj már át, te macska! Örülök, hogy segíthettem. Ha, most már mehettek. Köszönöm, hogy megálltatok. Ha, micsoda zűrzavar. Lefogadom, hogy Fiona nagyobb szerencsével jár nálam. Vészvonzó, jöttem, hogy megmentselek. Köszi, Fiona, de inkább maradnék egy kicsit falatozni. Nem, Vészvonzó, téged meg kell menteni. De miért? Hát, mert a végén még fent rekedsz, és sosem jutsz le onnan. Ha, igazad van! Segítség! Segítség! Egy fa tetején rekedtem! Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Ó, köszönöm, Fiona! Ó, még jó, hogy lehoztál onnan. Semmi pánik. Most már megnyugodhatsz. Tökéletesen, csak előtte felmászok a fára, és eszek még egy kis almát. Oh, trábidábidi, trábidébidú, trábidábidábidú. Rendben, de légy nagyon óvatos azon a fán. Ez aztán buta ötlet volt. Jaj, nekem. Pali, Fiona, biztos jobb nálam. Keményebben kell próbálkoznom. Túl nagy a rakományod, Tracy. A felét le kell borítanod. De miért? Hogy pihentesd a hátadat. Pihenjek? Hogy a csodába pihenjek, ha most két utat kell megtennem a folyóhoz? Csak segítőkész vagyok. Nem vagy. Hottagot, vegyenek hottagot! A tűz veszélyes üzem, Hörbi. De én azzal főzöm meg az ételt, Fiona. Ezzel most nem segítettél. Gyorsíts! Túlságosan lassan gurulsz. Te meg hajts lassabban. Használd az indexet, hallod? Ti meg fejezzétek be a dudálást. Ah. Fiona, hát te mit művelsz itt? Csak tisztán tartom az utat. De hát ez az én rakományom volt, ami most már sár. Ó! Gyere ide, kis pillangó! Nem bántalak. Legyünk barátok, rendben? Ó! Jaj, ne! Segítség! Jöjjön valaki! Segítség! Tarts ki, Klára! Értesítem a mentőállomást! Vajon mi történt ideig Palinak és Fionának? Itt a segélyszolgálat. Igen? Hogyan? Klára a folyóba esett? Azonnal küldöm a segítséget. Vétel vége! Mentőakció, indul! Ó, egek. Ez így nem lesz jó. Mi a baj, Alice? Fiona és Pali nincsenek itt, és Klára a folyóba esett.
Jaj, ne! Segíthetünk valamiben? Vészvonzó, ez egy ragyogó ötlet. Robogjatok le a folyópartra gyorsan! Mentőakció indul! Valahogy nem jó érzés ezt az ő csőréből hallani. Ne félj, Klára, itt vagyunk! Hú! Szevasz! Vészvonzó, ez miféle segítség? Elszórakoztatom, hogy ne érezze egyedül magát. Ó, rendben. Egy kicsit balra, Benő. Még egy kicsit. Most le. Jó lesz? Ez az. Klára, drágám, te reszkedsz. Gyere gyorsan, hazafuvaroznak. Figyelem, városlakók, eljött az idő, hogy végre kihirdessem a verseny győztesét. Polgármester úr, egy pillanat, ha szabad. Ó, feltétlenül. Fionával átbeszéltünk mindent, és úgy találtuk, hogy nem voltunk túl segítőkészek tegnap. Mi több súlyosbítottuk a dolgokat, a legtöbb esetben. Annyira elkapott minket a győzelem heve, hogy nem tudtunk segíteni, amikor Klára bajban volt. Ezért Palival úgy döntöttünk, hogy mindketten kilépünk a versenyből. Micsoda? Várjatok, de akkor ki volt az év legjobb segítője? Mindenki az volt. Teljes szívemből egyetértek. Tudjátok, mindenkiből lehet hős, nem kell hozzá tűzoltó vagy rendőrautónak lenni. Mindnyájan segítőkészek vagytok a magatok módján, de ha összetartotok, annál is többet segítetek. Ezért mindenkinek átnyújtom a legsegítőkészebb város díját. Hurrá! Magamnak pedig a legjobb polgármester díját, az ötletért, amit kitaláltam. A ma esti záró ünnepséget a rezidenciámon tartom. De jó! De jó! Nagyszerű!